Amikor egy motorosnak gyerekei lesznek, akkor óhatatlanul eljön a pillanat, amikor a gyerekek motorozni akarnak. És egyébként az sem feltétel, hogy a szülők motorosok legyenek, egy gyereknél akármikor bekattanhat az, hogy most motorozni szeretne. És akkor ilyenkor felmerül a kérdés, hogy milyen motorral. Nálunk egyébként először a lányom kezdett jobban érdeklődni a motorok iránt, pedig ő majdnem 2 évvel fiatalabb a fiamnál. Ő már pelenkás korában a garázsban mászókázott a motorokon, és nem akart leszállni hosszú percekig róla. De mégis a fiam volt az, aki ilyen 10 éves kora körül elkezdte mondogatni, hogy ő most már motorozni akar. És ez abból is adódott, hogy a férjem úgy kb. 2 évvel ezelőtt hazahozott egy 110-es loncint, egy kínai csodát, ez egy ilyen kis cross motor, ami persze nem működött, és meg kellett javítani, és azóta nyúzza az apját, hogy csinálják meg. Hát el kell mondanom, hogy ennek a motornak a torka is véres, minden baja van, de azért most már eljutottak oda így a karbantartásban, hogy időnként tudnak menni egy kört vele a mezőn, és akkor mindig történik valami. Van, aki azt mondta, hogy lonkinnak kell mondani, meg ilyen hülyeségek, de én loncinnak mondom, akkor is. Ezt nagyjából egy ajándékba kaptuk. Egy ismerőstől azt mondta, hogy ha életet tudunk belelehelni, akkor vihetjük. Aztán itt állt egy 2 évet, ha jól emlékszem, a Sufniban, amikor a fiam elkezdte mondogatni, hogy most már szeretne motorozni, és csináljuk meg a loncint, és akkor a férjemmel nekiálltak életet lehelni bele. Aztán eljutottak egy olyan pontra, amikor már a motor működött, lehetett vele menni. Először ki lett cserélve ez az egész fékkar, a fékolaj tartállyal együtt, mert megette a benne rohadó fékolaj. Ez egy ilyen 10 000 forint körüli összeg volt. Aztán szét kellett szedni a porlasztót, és kipucolni teljesen, hogy egyáltalán elinduljon. És természetesen az alap dolgok, gyertyacsere, olajcsere és ilyesmik. A benzincsapnál folyt a benzin, ezért valahogy meg kellett oldani a tömítését, és hát nem lehetett hozzá tömítést szedni, de ehhez le kellett szedni az egész idomot róla, és szétszedni az egész motort, hogy ezt meg lehessen oldani. És akkor a fiam elkezdte használni, nagyon boldog volt vele, hogy végre egy motor, amiről már akkor leért róla a lába. Ugye ez egy pitbike, tehát ilyen kis cross motor féle, de nagyon alacsony építésű, úgyhogy a 11 éves fiamnak teljesen jól leér róla a lába, és ügyesen elkezdett vele motorozni, amikor az történt, hogy szépen széthullott a hátulja, kiestek a csavarok belőle, és kiszakadt az egész kerékagyból a menet. 2 menet kiszakadt, a többi csavar elveszett, és akkor így teljesen kétségbe estünk, hogy most ebből hogy lesz újra motor, de aztán egy kevés gondolkodás után a férjemnek az az ötlet lett, hogy az egész agyat átfúrták, és abba is új menetet kellett vágni. Talán látszik, hogy ezek a csavarok, ezek teljesen átmennek, és ott egy anyával meg van erősítve a másik oldalon, hogy ne tudjanak kiesni. Úgyhogy ez lett a megoldás. Közben persze az első kerék is leeresztett, az is lyukas volt, azt is megjavították, és most elméletileg működik, viszont úgy tűnik, hogy nem párhuzamos a 2 kerék, vagy nem is tudom, nem is párhuzamos, és nem is egy vonalban mennek. Van egy olyan 4,5 centi eltérés a 2 kerék között, úgyhogy ez egy újabb feladat, amit meg kell oldani. Miért meg az izét, hogy mennyire van... Mi? Na, csak ennyire van elmászva, nézd meg, látod? Ennek egyformán kéne mennie a izével. Hát az azért nem egy csak. Hát a gumiig. Mennyi van a gumiig? 2, 5. De hát 4,5. Nem jó, hogy így megyek. Nagyon-nagyon rossz, ott el második könyvösz jobbra, mint balra. El van mászva balra a kerék, ráadásul nem is egyenesen áll a hátsó meg kerék. Meg így megyek egyenesen is. Ja. Azért mondtam, ezen megtanul motorozni. Akkor már minden nem fog tudni. És ezt nem lehet tudni, hogy ez mitől van. Lehet, hogy a lengővillát kellene
elfeszegetni egyik irányba, vagy kicserélni, mert azért ez elég szigor anyagból van. Mivel állandóan szerelni kell, ezért csopperesítve lett, és kapott egy szerszámos táskát is, ami most nem teljesen jó helyen van, mert pont eltakarja az üres jelzőt, úgyhogy majd ezt át kell itt mahinálni, de arra, hogy a mezőn, amikor kiesik a kerék, akkor valamivel meg tudja csinálni, és ne kelljen hazatolnia. Bár hogyha már tolni kell, akkor már úgyis mindegy, de arra, hogy legyen rá néhány szerszám, arra tök jó. Egy perszont lehet vele szállítani. Játszós motornak tök jó, és arra, hogy megtanulja rajta motorozni, szerintem szuper. Megtanul váltani, mégse egy automata robogó, vagy ilyesmi. Mégis motornak néz ki, amit ő teljesen élvez. Azt is élvezi, hogy leér róla a lába. És nagyon szeretne már közúton menni vele, de hát természetesen ennyi idősen még nem lehet, hiszen nincsen jogosítványa. Mai nap nem volt valami szerencsés a Loncinnal, ugyanis kimentek a fiúk motorozni a mezőre, és a fiam, ahogy kiértek, akkor húzott egy szigor első féket, és szájra esett. Úgyhogy egy kicsit oda lett a motor, letört róla a kuplunkkar, elhajlott a váltó, úgyhogy most megint kezdődhet a karbantartás. Hát... ilyen az, amikor a gyerek motorozni tanul. Csak hogy az anyag minőségre reflektáljak, hát ez műanyagból van. Nem csoda, hogy letört. Mindenki vegyen Loncint. Szóval ez a Loncin, semmit nem tudunk az eredetéről, semmit nem tudok a műszaki dolgairól. Ha találok róla valami adatot, akkor azt már mindenképpen közzéteszem. És hogyha lesz még valami fejlemény vele kapcsolatban, akkor mindenképpen... megtámadott a macska! Akkor mindenképpen készítek róla ismét videót, hogyha javul a helyzet, vagy romlik. Addig is, ha tetszett a videó, akkor lájkold, és iratkozz fel a csatornánkra további Loncin tartalmakért. Sziasztok!